arra gondoltam, hogy mivel ugye ingatlanokkal foglalkozok jelenleg főleg, illetve hát fő munkaidőben, ezért legalább heti egy ilyen ingatlanos videó lesz, illetve egy ingatlanpiaci körkép, amit én látok. Sziasztok, Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Az elmúlt egy hétben igazság szerint, amit már múltkor mondtam, említettem, hogy egy pici stagnálást vettem észre, ez tart továbbra is, illetve talán egy nagyon picit úgy látom, hogy az üdülők, illetve a külterületi telkeket keresték jobban. Ezt úgy lehet elképzelni, vagy hozzávetőlegesen látni, hogy konkrétan mutatás volt, adásvételizés volt az irodán belül, ez nem nálam, ez a mutatás nálam volt, illetve az érdeklődés nálam volt, viszont az adásvételizés nem. Ez azt gondolom, hogy ez még a nyárnak a beköszönte, illetve a hirtelen átgondolt, hogy mennyivel jobb lenne a sajátba is kiülni, és nem elmenni bérelni, legalábbis aki keresett nekem, vagy nálam, annak ez volt a fő motivációja. Majdnem jó volt az, amit tudtam neki mutatni első körben, illetve amit ő talált magának rajtam keresztül, viszont egy nagyon pici, finom hangolással elkezdtünk keresni neki máshol. Kezdetben közel az ország, az egész ország a szárnya alá tartozott, és egy olyan 10 perc beszélgetés után hát rájött, hogy azért inkább egy picit szűkíteni kéne ezt a megoldást, akkor szűkíteni kéne a környezetét, ahogy keres. És akkor szép lassan beszűkítettük, hogy számszerűen értsétek, az első keresési halmaz, a 160-valahány ingatlan lett volna, aztán lett belőle egy olyan 80-84 talán, aztán 63, erre tisztán emlékszem, mert 63 a kedvenc száma állítólag a hölgynek, és végül 28. A 28-ból ki fogunk választani maximum 5-öt, ami minden, tehát az összes 28-at végignézhető A-tól Z-ig, olyan típus, akire rábíztam, hogy nézze is át, és 5-öt jelöljön meg, melyik az 5, amelyiket meg akarja nézni, és miért. Itt a 28-nál már nem is vetem el, tehát ezeket megtartottam magamnak is, hogy tudjam, hogy mi közül merítette ezt le. Esetleg még egy nagyon picit szűrünk majd rá, már egy egyéb, tehát egy ilyen térképes szűréssel, hogy esetleg tényleg egy megfelelő hely legyen. És ezt a 28 közül 5-öt fogunk maximum megnézni, a többit azt úgy, ahogy van, el is dobjuk. Tehát nem is fogjuk tovább nézni. Erre azért van szükség, ugye marketingből remélem tudjátok, illetve most már nem, akkor most fogjátok megtudni. A szűkítés az, ami az eredményességet fogja hozni. Ha most nyakunkba veszük a várost, vagy az országot, és mind a 28-at meg akarjuk nézni, először is annyi információ fog összegyűlni, ami alapján nem lesz könnyű választani. A másik pedig biztos, hogy van olyan szempont, ami miatt már odaúton látja az ember, hogy na ez nem az ő választásának megfelelő. Nem beszélve arról, hogy szanaszét fáraszt engem, illetve ezen kívül van még azt hiszem 50-valahány ügyfelem már, akik alapvetően kereső pozícióban vannak, és nekik kell választani, tehát azért egy emberrel így nem tudok. Tehát nem tudok ennyire lespecializálni egy emberre. No, hát ezért lesz az 5 kiválasztva, de ez most egy pici részlet volt csak az ingatlan piacból. A másik, ami észrevétel, hogy tényleg egyre nagyobb számba jelennek meg az eladók, hogy hát ők eladnának, és hát rábíznak az ingatlanjukat ingatlan irodára, illetve hát valaki segítsen nekik közvetíteni, mert igény van. Tehát ebből arra gondolok, hogy vagy belassulhatott, vagy esetleg akár egy picit a túlárazásoknak az ideje, tehát a realizálása, a korrigálása az el fog jönni, mert ő próbálkozik, ugye azért ez lássuk be majdnem mindenkinél az egyik legfontosabb, hogy ő akar először. És szerintem, ha visszaemlékszek jó néhány évvel ezelőtt, akkor én is így voltam, és amikor látom, hogy valójában csak a pofonok jönnek, mind eladói oldalról esetleg folyamatosan zaklatnak telefonokkal az ingatlanosok, és a turisták jönnek főleg, akkor jönnek rá, hogy hát lehet, hogy ezt ők nem akarják, lehet, hogy ők a vasárnapi ebédet inkább otthon töltik a kis asztalkánál, mint körbe-körbe a lakásba, hogy mert éppen arra jár valaki, és akkor bekopog, hogy na, akkor én most fogom megnézni, vagy esetleg elfelejt eljönni, heti mondjuk 6-szor kell teljes glédát csinálni a lakásba, mert 6 érdeklődő jelentkező van,
és abból mondjuk kettő fog bejönni, tehát inkább elfogadja azt a segítséget, amit esetleg nyújtunk. Ez mindenkinek a magának a saját vérmérséklete, illetve elképzelése. Ha valaki akarja, nyilván lehet rajta segíteni, ha valaki nem, akkor nem. Tehát valaki mondjuk, hogy értsétek, Balatonba fulladozik és kiabál, de a kezet nem kapja el, aki nyúl érte, esetleg még bele is harap, akkor azt nem lehet kihúzni a vízből. Tehát erőszakkal nem igazán lehet, mert nyilván el lehet kapni és ki lehet rángatni, de ez nem biztos, hogy a mi dolgunk, vagy nem biztos, hogy az én vérmérsékletemhez való. No, hát ennyi voltam a heti ingatlanpiaci körképbe most beletenni. Ha lesz sikere és lesz érdeklődés, akkor nyilván ebből egy heti rendszerességgel levő dolgot. Én azt gondolom, hogy szerdára fogom időzíteni, mert a szerdai nap az már, amikor pontosabban látni az előző heti dolgunkat. Ezeket a videókat mindig aktuálisan fogom akkor felvenni, nyilván nem előre. Tehát ez az egyelőre a terv. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle, ha lesz igény, akkor nyilván lesz videó is. Köszönöm, hogy meghallgatták, köszönöm, hogy velem voltál. Ha tetszett a videó, kérlek, nyomj egy lájkot. Ha nem vagy még feliratkozva a csatornámra, akkor tudod a kis csengettyű. Ha pedig a hírlevelemre, akkor www.szucstamas.hu. Lemész alulra, és akkor ugyan megkapod a hírlevelemet. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltál. Szia!